Hát én azon gondolkozom, hogy át tudtátok ezt a dolgot gondolni, hogy körülbelül mi vár rátok, mert ugye nem nagyon láttam rajtad az elszántságot, hogy te szeretnéd visszaszerezni a barátnőt. Most már viszont nincs más lehetőségetek, mert hogy azt mondtad, hogy úgy gondolod, igen, hogy a barátnődet, vagy a volt barátnődet inkább magad mellett tudnád elképzelni, úgyhogy fiúk, dobjátok le a kabátot, jó? Én először azt mondom, ha egy lányal nem bátor, akkor most... Várjál, szóval. Hogyha egy lányal nem bátor és úgy viselkedik, hogy nem kell, akkor most bennem meglátja azt, hogy én hogy kell bánni egy lányal, de közben akkor... Hogy várjál, nem? A bány, nem. Józsi, azt hiszem, hogy a medencébe átgondolod a medencébe. Megkapja magáét majd. Jó, gondold át a medencébe, hogy mit akarsz mondani. Jó, dobjátok le nyugodtan a ruhát, menjetek be, átadok benneteket Tibornak, aztán ő leközvetíti. Jó? Ne felejtsétek el, hogy a hölgyért megy a küzdelem. Jó? Parancsoljatok. Csucsot, és akkor mászunk be rögtön a medencébe. Oké, gyere Béko! Sanyi és Józsi, a volt barát és a jelenlegi, nem sokára elkezdődik a jeges vízes mikrozás. Várjatok meg a csodálatos kis fűtött medencébe, hogy visszatok megküzdetek nullakot. Ez látszik az arcukon is, hiszen nagyon csodos. Nyugodtan mártozzatok, meg kicsit kenjétek a magadat a kézzel. Elmondanám a szabályokat. Hölgyeim és uraim, már el is kezdődött ez a csodálatos küzdelem. Sanyi, a volt barát és Józsi a jelenlegi, Gabi kegyeiért küzdenek itt a 0 fokos ízban, mínusz 10 fokban. Hihetetlen elszántság van bennük, elképesztő, hogy micsoda izmok és micsoda erőfeszítés az, ami rajtuk meglátszik. Én megmondom őszintén, nem lehetne engem rávenni arra, hogy bemegyek ebbe a vízbe, hiszen mint már említettem 0 fokos, de ők hihetetlenek elszántak, ezek szerint ez a Gabi tényleg nagyon-nagyon jó lány lehet. Úgy érzem, egyértelműen Sanyi nyer. Engedd meg, hogy gratuláljak, hiszen ő nyert. Sanyi a volt barát. Sanyi, azon gondolkozom, hogy meglehetősen fűtöttek azért téged az érzelmek. Tehát itt nem egy ilyen vadállati küzdelemről volt, szóval miért voltál ennyire agresszív, Sanyi? Nem tudom, ez így jött. Ez így jött. Jó! Na, fiúk, az a feladat, ugye tulajdonképpen ti eldöntsétek, hogy most mi is történik. Fiúk, viszont a felsőt akkor el kell kezdeni ledobni magatokról, jó? Te haverok vagytok, és azt mondjátok, hogy megbeszélitek egymás, megfogom, persze, illetve kiadom. Köszönjük, azokat is dobjátok le, jó? És hát ugye itt arról volt szó tulajdonképpen, gyere egy picit, fordulj közben így erre, köszönöm, hogy ugye tulajdonképpen ez egy ilyen jeges birkózás, lesz megnehezítve a dolgokat, már is hozzák a jeget, ezeket is dobjátok ki nyugodtan, jó? Köszi. Kérem szépen a jeget valakitől. Kösz Tibor, majd jövök egy ücsivel. Fiúk, itt van, a jég. Tessék? Nem, ebből most már nincs mentség, ezt itt találtátok ki, ezt végre kell hajtani. Nincs ki a jeget, jó? Jó, az önadrágjában is egy picit. Én azt gondolom, hogy nem éri meg egy lány ezt a dolgot, mert ugyanis... Hiába lesz bármelyik kötök ki, ez a lány, nem nagyon fogtok tudni vele mit kezdeni. Jó, na fiúk, és hát ott ázik a jég, közben ugye finom forrá van, essetek egymásnak. Nem az a lényeg, hogy agyonverjétek egymást, csak valaki mondjuk föladja a küzdelmet. Abban a pillanatban, hogy valamelyik kötök azt mondja, hogy elég, akkor megálltok és megbeszéljük utána, jó? Elég. Tessék? Ne, azért a küzdelemnek el kell kezdődni, parancsoljatok. Ajra! Zoli és Csaba, két jó barát, aki Viki kegyei rá most itt egy kis jeges birkózásnak. Lehetünk szemtani, hölgyeim és uraim, kérdezni a leszünk. Minusz 10 fokban is, hogy a elképesztő kézdődőjöttek el elszántságon az arcokon, egy pici sem szeretik egymást, ez értem, hogy egymás nőjét szeretnék most nem lenyúlni. És úgy gondolom, hogy talán van is esély. Talán Zoli az, aki most egy picit jobban áll, hiszen egyfajta kapuérás mozdulatokkal próbálja ezt egy csalát. Megvan a nyertes, jól látom, hogy Zoli nyert, hiszen Csaba. A Csaba, ezt ebből aztán a teljesen igényeltem. Jó, köszönjük szépen. Nem tudom, srácok, hogy ez megérte, szeretnéd-e még Csaba barátnőjét, vagy elfogadott, hogy én tudom, hogy haverok vagytok, meg hogy ez fontos, de hogy ő jár most jelen pillanatban ezzel a lányal, mit mondasz? Hát nem tudom, majd a lány egy kicsit... Puhítod még? De miért nem nyugszol ebbe bele, nem jobb? Nem tudom. Jó, dumáltok meg, fiú, köszönöm szépen, a tiéd a csaj, én azt gondolom egyértelműen. Hát, köszönjük szépen, parancsoljatok.
hát ugye ott tartottunk, hogy te büntetést érdemelsz. És a kedves barátom megállt, és a hálátlan módon, ami mégis azt gondolom, hogy igaza van, büntetést talált ki neked, ugye, hogy meg szeretnéd egy picit dobálni jeges vízbe. Úgyhogy az lenne a feladat, kedves barátom, hogy ledobod magadról a ruhát, nem kell teljesen messze erre levetkezni. Jó, ha ilyen büntetést talált ki, akkor ezt kell végrehajtani, hiszen szeretnéd a barátnődet visszakapni. Annak kell, hogy egy ilyen folyamatosan megcsaltad. Jó, kezdj levetkezni. Jó, nem kell minden természetesen. Elsősorban mondjuk a cipőt, zoknit, a nadrágot és a felső ruhát. Köszönöm. Jó, na, Tibor, ezt a fölsőt még nyugodtan dob le, ez az atléta már rajtad úgyse segít, jó? Hát majdnem kegyetlen vagy, de én azt gondolom, hogy Tibornak vezekelnie kell, bár lehet, hogy talán ez egy picit erős. Tiboron, fáradj bele a vízre, ne ülj bele, csak lép bele és állj oda a közepére, jó? Á, gondoltam, így van. Tibor és Mari, a hölgyeim és uraim, Tibor úgy, aki félrelépett és mellemek, hogy keményen megmutatni most barátját, elképesztő ez a havas büntetés mondhatni, hiszen a cél az, hogy Tibor hőgolyóval megdobálja, miközben mínusz 2 fokos vízben van, elképesztő, hogy Tibor milyen bátor és mennyire keményen állja ezeket a megmutatásokat, ez bizony szerelem. Én úgy gondolom, hogy életre megtanulta azt, hogy nem csalja meg Mariant, hiszen ha ezt túlélni ő és a kapcsolat, akkor ez egy fantasztikus, még 3 golyó van hátra, és van egy egész jó cél az, Tibor ennek annyira persze nem örül, de más választás nincsen, még van talán még 3 vagy még 2, ezt nem tudom, hiszen amit készítőt van még egy golyó, és elképesztő, olyan kemények ezek a hóbolyok, hölgyeim és uraim, hogy csak a csattanak Tibor megkasán, és vége van itt a büntetésnek, és Marian Balázsia szól. Jó, gyere Marian, állj de mellém, kérlek szépen, Tibor, gyere ki, te is a vízből, hát azt gondolkozom, hogy elszórtál olyan 10-15 hogolyót, és meglehetősen pontosan sikerült célozni. Tiboron, milyen volt? Hú, kellemes volt, de jó hideg, ugye? Teszel-e ilyet még ezek után a kérdéshez? Jó, csokoljátok meg egymást, legyen ez egy ilyen szerződés, hogy te is megbűnhöttél, azt gondolom, hogy az egyében te is átértél azért bizonyos dolgokat, adjatok egymásnak egy 20-t, és nincs több ilyen, jó? Nem fogod megcsalni a barátnődet. Oké, köszönöm szépen!